Tisztelt köztársasági elnök úr, kedves diákok, tanárok, tisztelt meghívott vendégek! ENSZ 2015-ben elfogadott 17 fenntarthatósági célt, fenntartható fejlődés szolgáló célt. Ezek a célok 2030-ig adnak útmutatást nekünk, tehát a következő, hát akkor következő 15 évre. Ezeknek a céloknak az elfogadása után közvetlenül útjára indítottak egy programot, aminek az a neve, hogy a világ legnagyobb tanórája. Ez nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy veletek, illetve a világ összes diákjával megismertesse ennek a 17 célnak a tartalmát, és azt, hogy miért jöttek létre. Ehhez a kezdeményezéshez, tehát a világ legnagyobb tanórája kezdeményezéshez 2015-ben Magyarország az első között csatlakozott. A programnak Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gazdája, nemzetközi és hazai támogatója az UNESCO és az UNICEF. És a program szervezői a Pont Velem Nonprofit Kft., azaz mi vagyunk a kezdetektől. A fenntarthatósági célok közvetítésében nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy köztársasági elnök úr elvállalta, hogy ezt a idei rendezvény nyitó tanóráját megtartja. Ugye elnök úrról mindannyian tudjuk, hogy elkötelezett híve a fenntarthatóságnak, a fenntartható fejlődésnek, így az ő szava azt gondolom, hogy hitelesen cseng majd itt a pulpituson. Ezt a tanórát itt ti helyszínen élőben élvezhetitek és követhetitek, ugyanakkor a tanórát közvetítjük online egész Magyarország, illetve a Kárpát-medence magyar diákjai számára. Ez lehetővé teszi azt, hogy ez a tanóra, ez a rendezvény, aminek az a neve, hogy a világ legnagyobb tanórája, valóban a világ legnagyobb tanórája legyen. Tehát egyszerre több ezer diákhoz szólunk, több ezer diák tudja meghallgatni a tanórát, és a nemzetközi szervezők által is visszaigazolt módon valóban világszinten is egyedi esemény, hogy ezt a tanórát nem akárki tartja, hanem Magyarország köztársasági elnöke. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük elnök úr, hogy elfogadta a felkérésünket, és kérjük, tartsa meg a tanórát. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, én tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nekem így elsőre egy kicsit olyan szerénytelennek tűnt a világ legnagyobb tanórája. Lehet, hogy túlzott várakozásokat ébreszt, hogyha ezzel a címmel kezdjük. Ugye ennek a tanórának a témája a klímaváltozás, és egy szlogent is választottak azok, akik ezt elkezdték szervezni. Válj te is klímavédővé, ez ennek a szlogenje. Az első kérdés, amihez még egyébként nem kell a telefont elővenni, minden egyes blokknál, minden egyes kérdés előtt látni fognak ilyen csíkokat. Majd a végén, amikor végére értem a mondókámnak, akkor föl fogom tenni a kérdést, hogy no, vajon mit jelenthetnek ezek a csíkok? Van 45 percük arra, hogy gondolkodjanak rajta, és nem kell a telefont használni hozzá, majd a végén ilyen közfelkiáltással valaki megmondja, hogy mi is a helyes megoldás. Viszont a következő kérdésnél már szükség lesz a telefonra. Ha jól tudom, mindenki fölkészült arra, vagy fölkészítettek a kollégák arra, hogy hogyan kell használni a telefont, milyen kódot kell beütni, és aztán, hogy hogyan kell a lehetséges válaszok közül választani. Az első kérdésünk úgy hangzik, hogy mi okozza a jelenleg tapasztalható klímaváltozást. Ugye a tesztelés során nekem azt mondták, hogy kb. 220-ig jutottak el, tehát ha kívülről nem kapunk még további válaszokat, akkor nagyjából olyan 220-nál meg fog állni majd a rendszer, és akkor most már úgy látom, hogy mindenképpen több lesz. De azért jól láthatóan az eredmény érdemben nem fog változni. A négy válasz lehetőség közül a többség azt válaszolta, hogy a jelenleg tapasztalható klímaváltozás legfőbb okozója az emberi tevékenység. Azért vannak néhányan, majdnem minden tizedik a jelenlévők közül, aki úgy gondolja, hogy nem tisztázott ez, lehetséges, hogy az emberi tevékenység. 6%
nyilván válaszolóknak azt gondolta, hogy nincs is klímaváltozás, csak a sajtó fújja fel az egészet. Tehát vannak itt mondjuk így klímaszkeptikusok vagy klímatagadók, azt most nem kérem, hogy tegyék fel a kezüket, mert végül is titkos volt a választási lehetőség. Na hát nézzük meg, hogy tényleg az ember okozza, milyen bizonyítékaink vannak arra, hogy az ember okozza a klímaváltozás. Egyébként a helyes válasz a többség által támogatott válasz volt, tehát az első pont. Nézzünk néhány életképet a mögöttünk lévő hónapokból. Először Európából, aztán egy kicsit kilépünk a kontinensről. Csehország. A nyáron egy hatalmas tornádó pusztított Csehországban. 220 km/h széllel érkezett, az eredménye látható. Mindaz, amit önök a képen látnak, az mindössze 100 kilométerre van a magyar határtól. Tehát nagyon közel van hozzánk. Soha korábban erre példa Csehország történetében nem volt. Néhány héttel később, lényegében ugyanebben az időszakban, nyári időszakban, minden korábbi rekordot megdöntő árvíz pusztított Németországban és Belgiumban, más országokban is, de ott volt a legnagyobb kár, ott volt a legtöbb emberáldozat. Németországban 220 áldozata volt ennek a pusztításnak. Talán emlékeznek rá, ha nézték akár az interneten, akár esetleg tévécsatornákon a felvételeket, napokig lehetett látni a tudósításokat a pusztító árvízről. Van egy rövid bejátszásunk is. Erre, ezen a vidéken ilyen esőre, ilyen árvízre nem volt példa emberemlékezet óta. Oroszország. Oroszországban pont az ellenkezője történt. Nem árvizek, hanem erdőtüzek pusztítottak. A mértéke szintén a korábbi, minden évben vannak egyébként Oroszországban erdőtüzek, de a mértéke megint csak minden korábbi időszakot meghaladó volt. Ha most maguk elé képzelik Európa térképét, akkor Portugália, ez nagyjából mindenkinek gyorsan bevillanhat, Portugália területének kétszeresével megegyező területen pusztítottak a lángok és semmisítették meg a növényzetet. És hogyha kilépünk Európából, és mondjuk átmegyünk Észak-Amerikába, egészen pontosan New Yorkba, akkor azt látjuk, hogy az Ida hurikán egy nap alatt annyi eső esett le New Yorkban, ami egyébként egy hónap alatt szokott leesni, Manhattannek, ugye ez a város közepe, Manhattannek egy jelentős része víz alá került, ez éppen a metró, ahol szakad a víz, és a metró kocsik is vízesésben közlekednek. Itt is van egy rövid bejátszásunk, hogy még életszerűbb legyen egyébként. Viszonylag kevesen szeretnének szerintem így kiszállni egyébként egy metró szerelvényből, nem? Hogy így a nyakukba kapják ezt a mennyiségű vizet. Azért érdekes ez egyébként, mert 11 évvel ezelőtt egy másik nevű, a Sandy névre hallgató hurikán ugyanilyen pusztítást okozott. Körösi Csaba, aki segített a kütyüket beélesíteni, akkor éppen nagykövet volt, és szokott nekem mesélni arról, hogy valószínűleg a jelenlévők azért nem voltak még New Yorkban, hogy egészen a 32. utcáig lényegében víz alatt volt a város, a metrót le kellett zárni, transformátorállomások tönkrementek, egy hétig lényegében Manhattanben megállt az élet, a pénzügyi centrumban is. Tehát komoly anyagi károkat és komoly pénzügyi károkat is okozott a 11 évvel ezelőtti Sandy hurikán és az Ida hurikán hasonló. Egy másik kontinens, Afrika és Madagaszkár, ott pont az ellenkezője, ott viszont nem esik eső, régóta nem látott aszály, 30 ezer ember került az éhhalál szélére. És hogy egy hazai példát is mondjak, vagy mutassak, Göd, az is Pest megye, csak egy másik település. Gödön fotózták le ezt az úgynevezett, és ott oda érkezett meg tavaly ez a légzuhatag. Ha visszagondolok, gyermekkoromban persze az, hogy tornádó, ez a fogalom, ez ismert volt. De látni nem láttam soha. Most már, hogyha kicsit többet vannak kint nyáron, a természetben kirándulnak, esetleg eveznek, vagy netán horgásznak, akkor egyre gyakrabban láthatnak olyan szokatlan természeti jelenségeket, amik akár 40-50 évvel ezelőtt nem voltak. Tornádó, szupercella, hát ezeket mi nem is ismertük akkor, amikor még annyi idős voltam, mint önök. Ma már egyre gyakoribb a jelenség. Hogy erre szokták azt mondani, lehet, hogy a
6%-i szavazó, aki ugye azt mondja, hogy csak a sajtó fújja fel ezt az egész dolgot, lehet, hogy ők is ezt gondolják, hogy a klíma mindig is változott. Ez igaz. A Föld történetének időszakában a klíma mindig változott, de itt megosztik a tudósoknak a véleménye, hogy most mennyivel gyorsabb a klímaváltozás, mint a korábbi időszakokban. Van, aki 15-szöröst mond, van, aki 35-szöröst mond a korábbi időszakok bármilyen földtörténeti időszakhoz képest. Ha csak a 15-szörös az igaz, az is azt gondolom, hogy éppen elég rossz, és abban is egyetértés van, a többség így gondolja, egyetért ezzel a véleménnyel, az első kérdésre adott válaszból ez kiderül, hogy emberi tevékenység okozza. Van egy tudományos tanácsadó testülete az ENSZ-nek, ugye Matolcsi Miklós beszélt arról, hogy ez a kezdeményezés is egy ENSZ-es kezdeményezés. Ez a tudományos tanácsadó testület, az úgynevezett IPCC, több ezer tudóst fog össze, és 7-8 évenként készítenek egy-egy tanulmányt. Az idén jött ki az utolsó tanulmányoknak az első része, nem jelent meg még a teljes egésze, amiben összefoglalják azokat a kutatási eredményeket, amik az utóbbi időszakban klímaváltozás, meg egyéb kérdések tekintetében is a tudósok asztalára kerültek, és ennek a lényege tulajdonképpen ennek az IPCC jelentésnek, a korábbinak is ez volt, és a 21-esnek is ez a lényege, hogy amennyiben nem változtatunk, a klímaváltozásnak egy egyre nagyobb extremitás lesz a következménye a bolygó minden egyes részén, extrémebb árvizek, extrémebb aszályok, extrém hőség és extrém hideg. Hogy miért van ennek jelentősége, azt majd egy kicsit később el fogom mondani. Éppen tegnap néztem Kanadában is, és Észak-Amerika részén is, még 30 fok fölötti, van ahol 38 fokos hőmérsékletet mértek, ott, ahol egyébként most már ilyenkor inkább fagyni szokott. Tehát az extremitásra azért egy teljesen friss példát is lehet hozni. No de, a második kérdés, hogy, mert már volt, aki az előbb egy kicsit ásított, hogy az ásítózók is fölébredjenek, elérkeztünk a második kérdéshez. A második kérdés így hangzik, hasznos-e az üvegházhatás az ember szempontjából, de nyugodtan mondható nem csak az ember szempontjából, hanem a földi élet szempontjából hasznos-e az üvegházhatás. Most nem azt a kérdést tettük föl, amit egyébként ilyenkor szoktunk kérdezni, hogy mi is az üvegházhatás, hát addig, amíg gyűlnek a válaszok, bár most már mindjárt a végén vagyunk. Az első kérdés valójában ugye így hangzik, hogy mi is az üvegházhatás. Az üvegházhatás ugye az a jelenség, amikor a bolygó atmoszférája, ebben pedig a különböző üvegházhatású gázok, ebben széndioxid, metán, nitrogén, dioxid, stb. Majdnem mindig én széndioxidról fogok beszélni, de értsék hozzá a többit is. Tehát az úgynevezett üvegházhatású gázok csapdába ejtik az infravörös tartományú fényt, és a Földről visszavert hőenergia az atmoszférán belül marad. Tehát arra a kérdésre, hogy hasznos-e az üvegházhatás az ember szempontjából, a többség, majdnem 60%-a válaszadóknak azt mondja, hogy nem, hiszen emiatt kell a klímaváltozással megküzdenünk. Becsapós volt a kérdés, néhányan be is csapódtak, a többség becsapódott, nem ez a helyes válasz. A helyes válasz a sárga oszlopban látható, vagy oszlop alatt látható, ami így hangzik, hogy igen, mert nélküle ellehetetlenülnének a földi életfeltételek. Ugye, amit említettem, talán volt idejük figyelni arról, hogy mi is az üvegházhatás, hogy lényegében itt ezen a rajzon lehet jól látni, hogy visszaverődik az energia, és hogyha ezt az atmoszféra nem közvetítené vissza a földre, mit gondolnak, hány fok lenne egyébként a föld átlag hőmérséklete? Mennyi? Na, ott egy fiatalember próbálkozott. Mondja hangosan. Nem mondja hangosan. Akkor valaki mondjon egy számot. De ne úgy legyen egyébként, hogy mondja egy számot. 12, 13, én nyertem, tehát ne ez legyen. Valaki mondjon egy számot. 3? Plusz 3 vagy mínusz 3? Mínusz. Na akkor inkább nézzük meg, ki gondolja azt, hogy mínusz, tehát mínusz lenne, nem plusz, hanem mínusz lenne. Ki gondolja ezt? Azért úgy látom ragadós a példát, először csak kicsit gyáván, aztán egyre bátrabban. Tehát a többség azt gondolja, hogy mínusz lenne. Ki gondolja azt, hogy mínusz 10 fokot is meghaladó lenne a föld átlag hőmérséklete? Már kevesebben gondolják.
Ki gondolja, hogy legalább mínusz 20 fok lenne? Érzik, hogy vezetem rá egyébként a csapatot a jó válaszra. Mínusz 18. Tehát az átlag hőmérséklet mínusz 18 fok lenne. Nem nehéz elképzelni, hogy nem csak az emberi élet feltételei, hanem a biológiai élet feltételei bizony ilyen körülmények között nem lennének biztosítottak. Tehát az utolsó válasz volt a helyes válasz. Tehát hasznos az üvegházhatás, de hogyha nő az üvegházhatású gázoknak a mennyisége, akkor egyre több energia verődik vissza, és egyre melegebb lesz a föld felszín, egyébként a tengerek hőmérséklete is egyre melegebb lesz. A változás mértékére csak egyetlen egy egységet szeretnék mondani, hogy egyetlen egy összehasonlítást. Az ipari forradalom kezdetén az akkori mérések szerint a széndioxidnak a mennyisége, van egy mértékegység, ez a ppm, 280 egységnyi széndioxid volt a légkörben. Amikor én születtem, 1959-ben 316. Ez nem olyan nagy különbség még. De azóta eltelt 61 néhány esztendő, tavaly már 414. Tehát 60 év alatt 100 egységgel nőtt a légkörben a széndioxidnak a koncentrációja, 100 egységgel nagyobb. Hogy ez miért jelentős, vagy miért fontos, azt majd hamarosan látni fogjuk. Most a kérdés úgy hangzik ezek után, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ez a logikus kérdés, hogy volt-e már hasonló koncentráció, széndioxid koncentráció a légkörben? És ebből logikusan következik a második kérdés, hogy na és akkor ennek mi volt a következménye? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, egy kis föld történeti kalandozás. Ugye a tudósok abban egyetértenek, hogy az elején mondtam az első kérdés kapcsán, hogy a klíma mindig is változott. Itt azt látjuk, hogy milyen hőmérsékleti kilengések voltak. Jól látható, hogy az a bekarikázott kis sáv, ami ott van az a bekarikázott kis sávnál, ez a mozgás, ezek az amplitudók, ezek lecsillapodnak, előtte jóval nagyobb kilengések vannak a földtörténetben. Ez az utolsó 10 000 év, amit látunk, a bekarikázott rész, az utolsó 10 000 év, ezt hívják a tudósok Éden-kerti állapotnak, amikor, ha úgy tetszik, a föld klímája megnyugszik, ezek a nagy kilengések megszűnnek, és megteremtődnek a mezőgazdasági termelésnek, állattartásnak és földművelésnek a feltételei, és az emberi civilizáció fejlődésének a feltételei innentől számíthatók, vagy ez teremti meg, ez az éghajlati édenkerti állapot, vagy paradicsomai állapot, így is szokták mondani egyébként a tudósok. Ha már közelebb jövünk, és mondjuk a honfoglalás időszakát, vagy inkább az államalapítás időszakát nézzük, tehát amikor mondjuk Szent István megkapja a koronát, ha megnézzük, hogy hogyan alakult a hőmérséklet, akkor azt látjuk egészen pontosan az 1800-as évek közepéig, hogy lényegében földtörténeti szempontból most egy lehűlési periódusnak kellene lennie. Legalábbis Szent Istvántól nagyjából mondjuk a reformkorig egy ilyen tendencia volt. Persze ebben is vannak kisebb-nagyobb kiugrások, mini jégkorszak, ami egyébként például Bruegel képein, német alföldi festő képein jól látható. De most ez nem érdekes ebből a szempontból, egy lefelé tartó. Ez a tendencia változik hirtelen egy nagyon gyors emelkedésűvé, valamikor a 19. század közepe, az ipari forradalom óta. Ha még tovább lépünk, akkor már csak az elmúlt 150 évet nézzük, akkor is jól látható, hogy persze kilengések itt is vannak, de a tendencia innen ide egyértelmű. Tehát a legalsó ponttól a legfelsőbb pontig a tendencia világos és egyértelmű. És most ez, hogy van-e összefüggés, tehát ez látható, ezt vannak mért eredmények, tehát pontosan tudjuk, hogy hogyan változott a hőmérséklet az elmúlt 180 esztendőben, erre vannak mérési eredményeink, nem csak Magyarországon, mindenütt, vagy nagyon sok helyen a világnak. Hogy van-e összefüggés, e jelenség, tehát a hőmérséklet emelkedése és a széndioxid koncentráció növekedések között, azt egy nagyon látványos kis mozgó grafikon mutatja meg majd nekünk, én ezt nagyon szeretem. Egy rövidebb időszakot mutat ez csak be, de azt gondolom, hogy ez is önmagáért beszél. Az egyik oldalon látják itt a széndioxid koncentrációt, ez a bizonyos ppm, ez a bizonyos mértékegység, és itt pedig a földfelszíni
hőmérsékletet, illetve az óceánok hőmérsékletének az emelkedését. Megyünk előre az évekbe, látják, hogy évről évre nő a széndioxid koncentráció, és jól látható a másik ábrán, a másik grafikonon, hogy nő a hőmérséklete a földfelszínnek és a tengereknek is. És ez mindössze 30 éves időszakot, látják 1951-től 1980-ig, tehát egy meglehetősen rövid földtörténeti szempontból is, földtörténeti szempontból meg különösen egy rövid időszakot mutat. A végeredmény többek között az egyébként, hogy ennek az évnek a júliusa, nem feltétlenül Magyarországon, bár hiszen Magyarországon is így volt, volt a legmelegebb a mérések kezdete óta. Tehát ennek az esztendőnek a júliusa a mérések kezdete óta nem volt soha ilyen meleg, mint most az idei esztendőben. Na de lépjünk vissza a kérdéshez, és itt jön a harmadik kérdés. A harmadik kérdés ugye úgy hangzik, hogy mikor tartalmazott annyi széndioxidot a légkör utoljára, mint most? Ugye én a kérdést úgy tettem föl korábban, hogy volt-e már hasonló széndioxid koncentráció, illetve annak mi volt a következménye? Ez volt az én kérdésem, és ez egy egyszerűsített kérdés formájában itt van. Mikor tartalmazott annyi széndioxidot a légkör utoljára, mint most? Persze a bizonytalanoknak a válaszadását szerintem befolyásolhatja, hogy a többiek már egyébként milyen irányba indultak el, úgyhogy aki a szuper bizonytalan kategóriába tartozik, az lehet, hogy a képről puskázza le a választ. Nem baj. No, megint 300 fölött van a válaszadóknak a száma. Hát rossz hírem van, nem találták el, a többség legalábbis nem találta el a helyes választ. De a többség, majdnem kétharmada a válaszolóknak azt mondta, hogy soha nem volt ilyen, soha ilyen koncentráció. Bizony, hogy volt. Most mi itt a választási lehetőségek közül azt szerepeltettük, hogy 800 ezer éve, az egynegyede a válaszolóknak eltalálta a helyes választ, de hogyha egészen pontosak akarunk lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van egy tudományos vita. Tehát ez a legkonzervatívabb becslés, és vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy 2 millió éve, vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy 10-15 millió éve. A tudományos vita a mi szempontunkból mindegy. Ha a 800 ezer év az igaz, ha a többi, akkor is két dolgot biztosan tudunk. Az egyik, hogy a Homo sapiens megjelenése óta ilyen koncentrációja a széndioxidnak a légkörben soha nem volt. Ezt biztosan tudjuk. És azt is tudjuk, az előbbi grafikon, a két grafikon, hogy ilyen gyorsan ez a koncentráció nem emelkedett. Emlékezzenek rá, amit az előbb mondtam, hogy az ipari forradalom és 1959 között alig nőtt, és az elmúlt 60 évben pedig 100 egységgel nőtt meg a széndioxid koncentráció a légkörben. Itt egy jégfuratnak a vételezését látjuk. Két helyről, az északi és a déli sark jégfurat mintáiból, illetőleg a tengeri üledékekből vett mintákból tudunk arra következtetni, hogy milyen is volt, tudnak a tudósok egészen pontosan arra következtetni, hogy milyen volt a széndioxid koncentráció a légkörben. Ezért viszonylag pontos, itt néhány millió évet tudnak tévedni, de ez ugye a mi szempontunkból. A földi élet szempontjából és a Homo sapiens szempontjából majdnem mindegy, de hogy egy ilyen időszak volt a földtörténetében, azért azt biztosan tudjuk állítani. Most én nem ismerem az önök tankönyveit, de feltételezem, hogy amikor ezzel a kérdéssel foglalkoznak földrajzórán, akkor feltételezem, hogy a tanáraik azért arról tájékoztatják önöket, hogy volt azért olyan a földtörténetben, amikor majdnem az egész bolygót jég borította, és volt olyan, amikor az északi és a déli sarkon semmiféle jég nem volt. Tehát volt ilyen a földtörténetben, sok-sok millió évvel ezelőtt. A tudósok azt mondják, hogy 2 fok lehet, tehát az ipari forradalomhoz képest egy 2 fokos földfelszíni hőmérséklet emelkedés lehet az a billenőpont, amikor már visszafordíthatatlanná válnak a változások. Többek között, az a következő kép, például a permafrost, mi is a permafrost, ugye az örök fagybirodalma, ott látnak egy hatalmas nagy jégmezőt, és fölötte egy kis termőföldet. Az a jég azért érdekes, mert az sosem olvad ki korábban. És azért érdekes, mert alatta hihetetlen mennyiségű metán van.
a metánt bezárja ez a jég. De abban a pillanatban, amikor elkezdjük a földfelszín hőmérsékletét melegíteni, mi magunk, az emberi tevékenység következtében melegszik, hogy erről beszéltünk az imént, abban a pillanatban elkezd ez a jég olvadni, ilyen hatalmas robbanásokkal, kráterek keletkeznek, és a metán kiszabadul. A metán sokkal súlyosabban szennyezi egyébként a légkört, 20-25-szörös, igaz, hogy hamarabb távozik, de 20-25-szörös a szennyezése, mint a széndioxidnak. Tudósok azt számolták ki, hogy ha egy fokot melegszik majd a földfelszín hőmérséklete, akkor annyi metán szabadulhat ki, ez jelenti Alaszkát, Szibériát, tehát az északi részeket, annyi metán szabadulhat ki, mint amennyit az összes fosszilis energiahordozó elégetésével az egész világon 4-6 év alatt juttatunk a légkörbe. Ezek azok a bizonyos dominók, amikor már megy föl a hőmérséklet, és már hiába fogjuk vissza egyébként, hiába fognánk vissza, de már a természetes folyamatok révén, amiket mi indítottunk be, a zárt, csapdába zárt, jégcsapdába zárt metán kiszabadulása révén gyakorlatilag a domino elindul és elborul. Hát érdemes vigyázni. Most ugye mennyivel nőtt mondjuk az ipari forradalom, ott a hát 1,2-1,3, most ott tartunk, közel járunk a másfél fokhoz, tehát az, hogy a 2 fokot elérjük-e vagy sem, az egy igencsak aktuális kérdés. Az egyik probléma tehát az, hogy az emberi tevékenység következtében nő a széndioxid kibocsátás, nő az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása. Ennek sok oka van, energiafelhasználás, népesség növekedés, közlekedés, és így tovább, és így tovább. A másik probléma, hogy az úgynevezett elnyelőket, ezek az erdők, de nem csak az erdők, gyepek és az óceánok, ezeknek a felületét csökkentjük, illetve tönkretesszük. Most maradjunk csak az erdőknél. Ugye azt mindenki tudja, hogy a fák, cserjék széndioxidot kötnek meg, és oxigént bocsátanak ki. Tehát kettős haszonnal járnak, megkötik a levegőben lévő széndioxidot, csökkentik a koncentrációt, és ellátnak minket életadó oxigénnel. Igen ám, de évente a világon, és mindjárt látjuk a következő ábrán, évente a világon annyi erdőt vágnak ki, mint, most látnak egy olasz csizmát, most eltűnt, mint Olaszország teljes területe. Tehát egy olaszországnyi terület tűnik el, ami korábban erdő volt, tavaly, idén már nem az. Azért ez egy elég sokkoló, nem? Zárójelben hadd tegyem hozzá, Magyarországon jobb a helyzet, mert miközben másutt Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában hihetetlen mennyiségű erdőt pusztítanak el, az elmúlt 100 évben Magyarországon, az első világháború óta, Magyarországon az erdőterületeknek a nagysága körülbelül megduplázódott, és további erdőtelepítéseket tervezünk, zárójelbe zárva. Nagyon fontos egyébként a gyepek megőrzése. A gyepek, ezt kevesen tudják, több széndioxidot tárolnak egyébként, mint az erdők, és legalább ennyire fontos az óceánoknak a jó állapotban, jó biológiai állapotban való tartása, ugyanis a légköri széndioxidnak a 2/3 az óceánok és a tengerek kötik meg, nem az erdők, hanem a tengerek és az óceánok. Tehát ezért egyáltalán nem mindegy, hogy azok az élőlények, amelyek egyébként ebben nekünk segítkeznek, a tengerekben és az óceánokban milyen állapotban vannak. Ez az ábra azt mutatja, hogy versenyt futunk az idővel. Versenyt futunk az idővel, hiszen a népesség folyamatosan nő, az első világháború vége óta drámai mértékben nőtt a népesség, de ezt meghaladóan is nő a víz és az energiafogyasztás. Hogyha megnézik, ugye a zöld vonal mutatja a népesség növekedését. Amikor én először ezzel az információval, adattal találkoztam, akkor eléggé melbevágó volt, úgyhogy most megosztom önökkel is. Az első világháború után körülbelül itt 20-21-22-23-nál vagyunk, a föld népessége körülbelül 2 milliárd. Az emberi faj megjelenéshez, most ezen nincsen rajt, óta az első világháború végéig 2 milliárdra nőtt a föld népessége. Most az elmúlt 100 évben 3,5-szer olyan mértékű lett. Tehát csak a léptéket, hogy érezzék. De ehhez képest is a vízfogyasztásunk 2-szeresen, az energiafogyasztásunk pedig 3-szorosan nő. Tehát a népesség növekedése is eredményezi természetesen a magasabb energiafogyasztást, de az életmódunk változása, az, hogy komfortosabb életet élünk, az, hogy világítunk, az, hogy föltöltjük egyébként a laptopjainkat, a mobiltelefonjainkat, tévét nézünk, és így tovább,
autózunk, közlekedünk, világot járunk. Ez mind-mind energia. Majd erre még visszatérek, hogy ennek milyen jelentősége van. De mielőtt visszatérnék, a negyedik kérdés következik. Mi a klímasemlegesség fogalma? Megvárom most ismét, hogy eljussunk a 300-ig, és akkor, bár szerintem az eredmény lényegesen már nem fog változni. Tehát a túlnyomó többség, több mint 80%-a a válaszadóknak, az úgy gondolja, hogy a harmadik válasz lehetséges, tehát hogy a szén-dioxid kibocsátások és a szén-dioxid elnyerés egyensúlyát jelenti a klímasemlegesség, a válasz helyes, tehát a harmadik válasz volt a helyes válasz. Ugye ez azt jelenti, hogy annyi szén-dioxidot és egyéb üvegházhatású gázt bocsássunk ki, amit egyébként a természetes elnyelők semlegesíteni, megkötni tudnak. Ugye beszéltünk arról, hogy erdők, gyepek, óceánok és tengerek. Ugye ezt nagyon szemléletesen mutatja ez a kád, könnyű belátni, hogyha nagyobb sugárban jön a víz a kádba, mint ahogy egyébként onnan kifolyik, akkor előbb-utóbb a kád tele lesz vízzel, túlcsordul, és bizony bokáig ér a víz a fürdőszobában. Hát most itt a kádban szimbolikusan szén-dioxid van, tehát a légköri szén-dioxidot mutatjuk itt, és ugyanez van itt is, hogyha egyre több szén-dioxidot juttatunk a légkörbe, többet, mint amit a természetes elnyelők semlegesíteni tudnak, akkor bizony ez a koncentráció nőni fog, a föld felszíni hőmérséklet emelkedni fog, a tengervizek hőmérséklete emelkedni fog, és ennek súlyos következményei lesznek a környezetünkre és ránk nézve is. No, menjünk tovább. Most már megérkezünk Magyarországra. Magyarországon, miközben egyébként 1990-hez képest 32%-kal csökkent a szén-dioxid kibocsátás, aközben még mindig évente, ez 19-es év, vagy 64-5 millió tonna szén-dioxidot bocsátunk ki. Ehhez képest az erdeink ennek a töredékét jól látható, még a 10%-át sem tudják semlegesíteni. Mi a cél? A cél az, itt jött be a klímasemlegesség fogalma, hogy Magyarország 2050-re klímasemleges legyen, erről egyébként egy törvényt alkotott az országgyűlés, és a végrehajtási rendeletek is részben megjelentek már, azaz 2050-re, a jelenlévők még akkor igencsak középkorúak lesznek, tehát 2050-re ez a libikóka egyensúlyba kerüljön, ehhez ugye az kell, hogy lecsökkentsük a kibocsátást, lesz akkor is valamennyi, 7 millió tonna becslések szerint, és növeljük az erdőterületeket és az elnyelőket, és akkor ez a kettő egyensúlyba kerül. Na ez nem csak Magyarország számára feladat természetesen, hanem a világ minden országa számára. Komoly fejlesztések, komoly beruházások és komoly döntések várnak a következő generációra az előttünk álló közel 30 esztendőben. Nézzük meg Magyarország pozícióját. Az Európai Unióban, ezt a táblázatot egyébként az Európai Unió környezetvédelmi ügynöksége készítette. Nem annyira friss ez, azt hiszem, hogy 19-es, tehát egy 2-3 évvel ezelőtti táblázatot láthatnak. Ebben azt látják, hogy ott látják ott zölden, amiről az előbb beszéltem, hogy 32%-kal csökkent 1990-hez képest a kibocsátásunk. A németek egy kicsivel jobbak nálunk, de van 12 olyan ország, 12, ahol a magyarnál kisebb mértékű volt a csökkenés, és van 5 ország, meglepő, Ausztria ezek közé tartozik, a szomszédos Ausztria, ahol nemhogy nem csökkent, hanem nőtt, kisebb vagy nagyobb mértékben, de nőtt a szén-dioxid kibocsátás. No, nekik ugyanaz a feladat, mint amit az imént a libikókánál láttak, hogy egyensúlyba kerüljön a kibocsátás és az elnyelőknek a kapacitása, azaz például Ausztriának jóval nagyobb feladatot, vagy Portugáliának, vagy Spanyolországnak, vagy Írországnak jóval nagyobb feladatot kell majd megoldania a következő 30 évben, mint nekünk magyaroknak. Bár a miénk se lesz egyébként gyerekség. Nézzük akkor a megoldásokat. Mit is teszünk azért, hogy ezt a célt, azt a bizonyos 2050-es klímasemlegességet elérjük? Néhány példa csak az idő rövidségére tekintettel. Hát ha járják az országot, vagy akár csak a lakókörnyezetükben egy kicsit körülnéznek, akkor azt látják, hogy az elmúlt években a napelemeknek a száma, a napelemes épületeknek a száma egyre több lett. Egyre több napelem került a házaknak a tetejére, a közintézményeknek a tetejére, aminek a következménye az, hogy az elmúlt 5 évben
minden esztendőben szinte megdupláztuk a naperőművi kapacitást Magyarországon. Ennek az az eredménye, hogy az idén nyáron már, egészen pontosan két hónap, június és júliusban a naperőművek által megtermelt áram mennyisége az nagyobb volt, mint a még működő, ma még működő szenes erőmű, a mátrai hőerőmű által megtermelt áram mennyisége. Ez elég régóta vágyott pillanat volt, hogy ez bekövetkezzen. De pontosan tudjuk, hogy van egy névleges kapacitás, hogy mennyire lenne képes egy naperőmű, és van a tényleges kapacitás. Tehát a kettő között 1:4, 1:5 egyébként a szorzó. Tehát nagyjából, ha mondjuk telepítünk 6000 megawattot, akkor nem 6000 megawattnyi áramot fogunk előállítani, hanem ennek az 1/4-ét, vagy maximum az 1/5-ét. Részben azért, mert nem mindig süt a nap, felhős az idő, éjszaka nem süt a nap, és így tovább, és így tovább. De a naperőművi kapacitásnak a bővítése folytatódni fog. A cél az, és itt, ha lesz kérdés, most nem akarok az atomenergiával foglalkozni, ha lesz kérdés, akkor erről beszélhetünk, de az összefüggést érdemes látni, hogy a Paks két új blokkjával és az időközben megépített, tehát a következő 8 évben megépített naperőművi kapacitásokkal 2030-ra, tehát nem egészen 10 év múlva elérjük azt, hogy a Magyarországon megtermelt áram 90%-a a széndioxidmentes legyen. Ez a cél. Ez reális. Tehát a most meghozott döntések, parlamenti és kormányzati döntések és a finanszírozási feltételek biztosítása révén ez egy reális célkitűzés, tehát ez megvalósítható. Ez a beruházás Szegeden valósul meg, ha jól tudom, akkor a következő esztendőben adják át, és földhő, tehát geotermikus erőműről van szó. Európában, ugye Izlandon működtetnek nagyon sok geotermikus erőművet, ez a magyarországi Európában a második legnagyobb lesz, csak Reykjavikban lesz ennél nagyobb, és Szeged távhő szolgáltatásában játszik majd rendkívül fontos szerepet. Azt bizonyára tudják szintén az órákból, tanórákból, hogy Magyarország termálvízben gazdag, a földhő hasznosítása Magyarország szempontjából, hogyha technológia is majd ezt lehetővé teszi, nagyobb mértékben komoly lehetőséget biztosít arra, hogy ilyen, mert ez is zöld energia, ilyen típusú zöld energiához jussunk a következő évtizedekben. Ez mindenképpen egy jó pilot projekt is lesz, látni fogjuk egyébként ennek a működését majd, és valószínűleg a gyerekbetegségeit is Szegeden, és ez meghatározhatja majd a következő ilyen erőműveknek az építését és telepítését. A következő az épületek energiahatékonyságának a javítása. Itt most azt látják, hogy egy panel lakást, tehát egy panelházat leszigetelnek. Ez nem csak ezekre a házakra igaz, hanem családi házakra is. Magyarországon meglehetősen régi és korszerűtlen házakban él az embereknek a jelentős része. Iszonyú energiát emészt ezeknek a házaknak a fűtése. Most már egyébként időnként a hűtése is, mert nyáron meg nagyon melegek ezek a lakások. Tehát a fűtés és a hűtés is komoly gondot jelent. Fontos tudni, hogy Európában a teljes energiafogyasztás 50%-a az a fűtéshez és a hűtéshez kötődik. Magyarországon egyébként még magasabb az arány. Ahhoz, hogy ez vonzó legyen, és legalább egy 30-40-50%-os energia megtakarítást el lehessen érni a szigetelések révén, ez jelent nyilászáró cserét és a homlokzati szigetelőanyagnak a használatát is, ahhoz most kedvezményes hitelek állnak rendelkezésre, tehát akár magánszemélyek, családi házaknál, akár társasházi közösségek a társasházaknál hozzá tudnak jutni megfelelő hitelekhez, és ezt a munkát el tudják végezni viszonylag kedvezményes áron. A következő, nem tudom, hogy volt-e valaki a jelenlévők közül az eukarisztikus kongresszuson, voltak néhányan? Akár önkéntesként is? Önkéntesként is. Akkor láthattak ott közlekedni e-buszokat, egészen pontosan 40-et. Talán ültek is rajta. A lényeg az, hogy ezek az e-buszok az első darabjai annak a szériának, egészen pontosan 1300 ilyen buszt fogunk gyártani a következő esztendőkben, és a cél az, hogy 2030-ra ezeket a városi tömegközlekedés részére bocsátva, a 10.000-nél nagyobb városokban kiváltsuk az összes, ma még használatban lévő benzines, dízeles buszt.
Tehát önök már 10 év múlva csak ilyen e-buszokkal fognak közlekedni a nagyobb városainkban, és aztán nyilván majd ez a munka folytatódni fog tovább. Tehát, hogy Magyarországon is azért teszünk annak érdekében, hogy az a bizonyos 2050-es klímasemlegességi cél és a ránk eső feladat az ne az utolsó pillanatra maradjon, és ne kapkodás legyen, hanem évről évre a következő években lépésről lépésre haladjunk, ezek a példák talán ezt jól szemléltetik. No, és akkor elérkeztünk az 5. kérdéshez, úgyhogy megint vegyék elő, legyenek szívesek a mobiltelefonjukat. Ugye jártunk egy kicsit, volt egy kis földtörténeti kalandozás, aztán jártunk egy kicsit a világban, aztán megérkeztünk Európába, megérkeztünk Magyarországra, és most megérkezünk a saját lakásunkba. És azt a kérdést tettük föl mi egészen pontosan, hogy milyen mértékben csökkenthető a fűtésszámla, ha télen 23 Celsius fokról 22 fokra csökkentjük a szoba hőmérsékletet, tehát mindössze egyetlen fokkal lejjebb állítjuk a termosztátot, tehát ugye nagyon sok lakásban ma már vagy gázfűtés van, vagy olyan, tehát használnak termosztátot, tehát azt gondolom, hogy ez nem egy akadémikus kérdésfelvetés. Érdemben nem fog, tehát a háromnegyede a válaszolóknak azt gondolja, hogy akár 7%-kal is csökkenthető a fűtésszámla, tehát ennyivel kevesebb gáz fogyasztunk, mondjuk, hogyha a gázfűtést használunk, amiből logikusan következik, hogy közel ilyen mértékben csökken egyébként az emisszió, tehát a károsanyag kibocsátás, a széndioxid kibocsátás is. Ugye a gáz használatánál azt tudni kell, hogy lényegesen kevesebb az emisszió a gázfűtésnél, mint hogyha szénnel fűtünk. A helyes válasz ez, tehát akár 7%-kal is. Erre szoktam azt mondani, hogy ez csak egy mozdulat. Tehát ez a mozdulat, ez nem kerül senkinek semmibe sem. Hogyha otthon van, vagy hogyha elmegy otthonról, akár egy nagyobb mértékű hőmérséklet csökkenés, vagy beállítása a termosztátnak, vagy automatikus beállítása a termosztátnak, ez nem kerül semmibe. Itt még nem mondunk le a komfortunkról, ez még nem jelent lemondás semmiről. Egyszerűen csak odafigyelünk valamire. És mégis hozzájárulunk ahhoz, amiről, mint problémaként beszélünk, és ami egyébként az önök életének egy meghatározó része lesz. Az energia hatékonysága a legolcsóbb. Azt szoktuk mondani, hogy az a legolcsóbb energia, amit meg se termelünk, és az a legkörnyezetbarátabb energia, amit nem használunk föl. Tehát, hogyha megtakarítunk energiát, akár így, akár más módon, majd hozok még néhány példát mindjárt, akkor bizony jelentősen tudjuk csökkenteni a saját környezeti lábnyomunkat, most csak klímáról beszélünk, klíma lábnyomunkat, és bizony kiki a maga szerény módján, sok kicsi sokra megy, hozzájárulhat ahhoz, hogy az a probléma, amiről most már lassan egy órája beszélek, az ne következzen be. A termosztát, túl vagyunk, ételpazarlás. Mindennapi dolog, ételmaradék minden háztartásban keletkezik, gondolom itt a menzán is. Hogy mit kezdünk ezzel, az egy külön történet. Ha kijönnek majd az expóra, akkor majd látni fogják, hogy két fiatal hölgynek milyen remek találmánya van erre. De azért jó, hogyha tudjuk, hogy az általunk vásárolt, megfőzött ételeknek az egyharmada az a szemétben végzi. Ez ugye pénzpocsékolást jelent, energiapocsékolást jelent, környezeti terhelést jelent, és ugye ennek az ételnek a lebomlása, az étel maradéknak a lebomlása az üvegházhatású gázok kibocsátását is eredményezi. Tehát sok kár származik abból, úgyhogy ezért érdemes odafigyelni, hogy mit vásárolunk, mennyit vásárolunk, és lehetőség szerint minél kisebb legyen az elpazarolt, kisebb mértékű legyen az elpazarolt ételnek a mennyisége. A harmadik példám divat. Hát most itt zömében egyenruhában vannak, pontosabban a köpeny, de azért mindenki, ahogy nézem, mindenki farmer van, igaz? Nekem is van még. Tehát kényelmes viselet. Ruhaipar. Három dolgot szeretnék csak mondani, és kérem, hogy gondolják majd tovább, amikor majd esetleg beszélgetnek erről a kérdésről. Van egy felmérés, arra lesz az ENSZ készítette ezt a felmérést, hogy szerte a világon, ugye bővült a ruhatár egyébként az európai embernek, de az általunk vásárolt ruhák egyharmadát vagy egyszer sem, vagy csak egyszer vesszük föl. És utána ott van a szekrényben. Most mindenki tegye a szívére a kezét, és vagy menjen haza és nézze meg, hogy hány olyan ruha van, amit megvett, és még egyszer sem volt rajta, vagy csak egyszer volt rajta.
Miért érdekes ez? Hogy látom, hogy ez élénk beszélgetés alakulhat ki, de ehhez már én nem kellek, beszéljük meg egymás között. A divatipar energia igénye az megegyezik azzal, amit a világ összes repülője és az összes teherhajója, tehát az összes repülő és az összes teherhajó, amit együttesen egy évben elhasznál. Ennyit használ a divatipar is. Egyetlen farmer, ami önökön van, most ugye mondtam, hogy nem akarok elmenni a víz problémák felé, de azért itt egy megjegyzést hadd tegyek. Na, tippeljen valaki, hogy egy farmernek az előállításához hány liter vízre van szükség? Mennyi? 200. Második licit? Na, valaki egy bátor mondatot, bátor számot. Mennyi? 500. Egy harmadik? Tehát van egyszer egy 200, 500, 1000. Az 1000-et már megmosolyogták, pedig a helyes válasz 7000. 7000 liter víz. No, néhányan csodálkoznak. Miért is? Gyapot. A gyapot az egyik legvízigényesebb növény. Tehát maga a gyapot termesztése rendkívül vízigényes, utána a farmernek a legyártása, a farmernek a festése, majd utána egyébként a szállítás. Tehát mindaz, mire eljut egyébként önökhöz, az bizony ennek a víz lábnyoma az 7000 liter farmerenként. És még egy elgondolkodtató dolog, engem elbevágott, amikor először a kollégák ezzel az adattal szembesítettek, hogy a világ ruhaipara annyi vizet használ fel, mint amennyi a Nílus teljes, egész éves vízhozama. És akkor nézzük a megoldásokat. Tehát, hogy ne csak beszéljünk a problémáról, hanem keressük is a megoldásokat. Hármat mutatok csak ezek közül, hál' Istennek többet is tudnék, de most már nagyon szalad az idő. Terrán tetőcserép. Ugye azt látják, hogy ott van egy érdekes, sötétebb folt, sőt, itt a másik oldalon is van. Ugye az azt jelenti, hogy ez a bizonyos tetőcserép, ez a gyártócég, ez megoldotta azt, hogy magába a tető cserébe építette bele a nap elemeket, hogy mi a technológia, ez most ebből a szempontból nem érdekes. Tehát miközben szerintem sokkal esztétikusabb, mint a korábbiak, tehát miközben esztétikusan megoldotta az épület tetőzetének a megépítését, aközben egy energiatermelő felületet is létrehozott. És hogy itt ne álljunk meg, van egy másik, ez még ez egy fejlesztés alatt lévő ötlet. Egy egészen más irányú gondolkodás ez egyébként a napelem hasznosításának, a napenergia hasznosításának, ez egy úgynevezett perovszkit kristályos. A lényeg egyébként az, hogy egy hajlékony napelem fólia ezt tulajdonképpen. Ez egy fólia, amit föl lehet rakni mondjuk majd az üvegre. És azt az üvegfelületet, amit itt most látunk, és hogyha a nap éri, ezt energiatermelő, energia, vagy áramtermelő felületként tudjuk majd használni. Lengyelországban már egy lengyel, amit most látunk, ez egy lengyel cégnek a találmánya, ők kezdték el ezt gyártani, most már Wroclawban az első épületeket be is borították ezzel, várjuk a kísérleti eredményeket, ma még drágább, mint a hagyományos, és talán még a hatékonysága sem olyan jó, de hogyha ezen sikerül változtatni, és azért biztató, hogy az elmúlt 10 évben tizedére csökkent a hagyományos napelemeknek az ára, reméljük, hogy itt is ez fog történni, akkor képzeljük csak el, hogy amikor egy ilyen fóliával hatalmas felhőkarcolókat lehet majd beborítani, hatalmas üvegfelületeket, és az, ami eddig inkább hőt adott, és inkább kellemetlen volt, az energiatermelésre, nyáron hűtésre, télen akár fűtésre is használható lesz. Én nagyon-nagyon szurkolok ennek, már évek óta látjuk a különböző próbálkozásokat, és remélem, hogy előbb-utóbb megtörténik az a technológiai áttörés, ami részben az ár, részben az energiahatékonyság szempontjából és a felhasználhatóság szempontjából ezt a terméket, ezt az ötletet sok helyütt a világ minden pontján alkalmazhatóvá teszi. És az utolsó, ez szintén víz, de azért hoztam ide, mert ez azért érdekes, amikor üssünk két legyet egy csapásra. Ugye ez a biopólus által, ez egy szennyvíztisztító egyébként, amit látnak, biológiai módszerekkel, algákkal, növényekkel, kagylókkal tisztítják meg a vizet, gyorsabb, hatékonyabb egyébként a víztisztítás. Emellett a második légy,
hogy energiát termel. Tehát ezek a szennyvíz tisztító telepek lényegében meg tudják termelni legalább a saját működtetésükhöz szükséges energiát. Jó irány, érdemes szerintem ezekkel a kérdésekkel is majd foglalkozniuk. No most, említettem már, hogy lesz november végén, egészen pontosan november 29 és december 5 között egy Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expo és világtalálkozó. Itt most már 169 cég van, akik jelentkeztek. Zömében magyarok, de vannak csehek, lengyelek és szlovákok is, akik kiállítóként jönnek majd, és különböző ötleteket, az előbb mutattam hármat, más-más ötleteket fognak majd bemutatni, megoldásokat, nem csak ötleteket, megoldásokat, innovációkat fognak bemutatni, akár a közlekedés, akár az energiahatékonyság, épületenergiahatékonyság, vagy energiamegtakarítás szempontjából, akár a szennyvíztisztítás problémáinak további megoldása szempontjából. Tehát érdemes kilátogatni, hogyha van erre igény, és van kedvük és idejük hozzá. Ott egyszerre fognak látni egy tudományos tanácskozást, talán az kevésbé fogja önöket érdekelni. Látnak egy kiállítóteret, ahol azt gondolom, hogy közérthetően beszélünk, ugye Matolcsi Miklós beszélt arról, hogy van a 17 fenntartható fejlődési cél, az úgynevezett SDG, ebből 11 szigeten bemutatjuk, hogy hogyan állunk, milyen problémával küzdünk, és hogyan tudnánk egyébként ezeket a problémákat megoldani, és egy másik pavilonban pedig lesz 169, vagy ha még bővülhet a létszám, 161 nehány cég, amelyik bemutatja az ő innovációit, hogy különböző gondokra, problémákra milyen megoldása van. Tehát azt mondtam, hogy gondolkodjanak a végéig, hogy mit jelentenek ezek a csíkok. Jutottak-e valamire? Mi a tipp? No, hőskála. Hő. Nem hős. Értettem. Hát lehetne az is, hogy hőskála, csak hát annak semmi értelme nincsen. Az, hogy hőskála, annak van értelme. Tehát a hidegtől megyek a melegebb felé. Igen. Akar még valaki esetleg egy megfejtéssel előállni? Vagy azt mondják, hogy a fiatalember eltalálta a helyes megoldást. Eltalálta egyébként, úgyhogy tapsoljuk meg. Valóban azt mutatja, hogy ugye beszéltem az ipari forradalomról, és elérkeztünk napjainkig, hogy hogyan, milyen módon nő a föld felszíni hőmérséklet, de ugye a kék csíkok az egyre hűvösebbeket, a piros csíkok pedig a egyre melegebb időszakokat, éveket jelzik. Hát nem kell nagyon sokat magyarázni azt, hogy amit a korábbi ábrákon is láttunk, hogy van egy nagyon megugró, gyors hőmérséklet, föld felszíni hőmérséklet emelkedés. Itt van egy könyv, ez egy tankönyv tulajdonképpen. Igazgató úrnak már a figyelmébe ajánlottam, és itt is hagyjuk ezt. Az alapítványunk készítette ezt, az a címe, hogy Zöld Föld, és a Kékbolygó Alapítvány készítette. Részben azokkal a kérdésekkel, amikről ma beszéltem, meg még jó néhány más kérdésről is, lehet ebben a könyvben választ találni. A 11-12, vagy hogy van? 11-12-esek számára készült. Van hozzá, ezt a tanár kollégáknak mondom, van hozzá oktatási segédanyag, tehát hogyha ezt hasznosítani szeretnék az órákon, akkor még plusz segédanyagot is készítettünk hozzá. A Matolcsi Miklósék voltak ebben nagy segítségünkre. Készül a következő két évnek a tananyaga, ez, ha minden igaz, jövő szeptemberben már ismét oktatható, választható és oktatható lesz, és megállapodtunk az EMI-vel, hogy ez egy választható tantárgy lesz, és aztán választható érettségi tárgy is lesz már őre. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki a téma iránt érdeklődik, akár pedagógusként, akár diákként, van könyv, van segédanyag, amiből az információit és a tudását gyarapíthatja. És akkor az utolsó mondat, csak néhány képet fogok mutatni, hogy mindaz, amiről beszéltem egy órán keresztül, mi is az értelme. Mert beszélhetünk arról, hogy klímaválság, beszélhetünk arról, hogy védjük meg a bolygót, de alapvetően arról beszélünk, hogy védjük meg a saját életfeltételeinket. És én azt szeretném,
és gondolom, hogy ebben egyetértünk, hogy a következő években, évtizedekben, akkor, amikor önök már annyi idősek lesznek, mint én, akkor is Magyarország és a Kárpát-medence ugyanúgy nézzen ki, ugyanolyan legyen, mint ezeken a képeken. Köszönöm a figyelmüket!